mi úgy tudjuk, hogy az egész e, e, problémának kiváltó oka e, az ukrán oldalon elfogadott számunkra, a magyar kisebbség számára, általában ukrajnából kisebbségek számára, és, és ránk vonatkozóan szintén elfogadott, rendkívül hátrányos törvények voltak, amelyek gyakorlatilag az én meglátásom szerint szinte teljes egészében megfosztottak bennünket például nyelvi jogainktól. Úgy oktatásban, mint a közéletben általában. Most ez volt a kiváltó ok. Most ez az, ennek az oknak, mint a beszélgetésünk elén beszéltünk róla, a közeljövőben oló megszűnésének nem látom. Ugyanakkor azért szeretném, lehet, hogy érzékelni, és inkább szeretném érzékelni azt, hogy azért a, az a hatalomváltás mégiscsak hozott módosulást, legalább annyiban, hogy az a, a, a dinamikája ennek a kisebbség ellenességnek, talán alább hagyott vagy talán meg is szűnt. Tehát újabb kezdeményezések nincsenek, újabb nekifutások nincsenek, és ez talán már jó. Na most talán ez adhat valami alapot, meglátásom szerint, arra, hogy ne, ne tegyék zárójelbe ezt a kérdést, és úgy próbáljanak nyitni a, a, két oldal, a felek a két oldalú kapcsolatok egyéb területein, hanem folyamatos figyelemmel, arra, hogy először is nincsen, nincsenek újabb negatív dolgok a kisebbségi jogalkotás területén, hogy valamilyen formában fokozatosan a, a, végrehajtás, a törvények végrehajtásánál egyre inkább figyelembe veszik a mi érdekeinket is, és fokozatosan csak fog valamikor történni javulás is. Ez adhatná meg a lehet, szerintem a lehetőséget arra, hogy valamilyen formában mégiscsak elinduljon, Helyreálljon, helyreálljon az a bizalmi viszony a két ország és a két ország vezetése között, ami alapvetően érdeke a kárpátai magyarságnak is.